krepli, azaz kitolófánk, a lisztet le kell forrázni tejjel, jó alaposan kidolgozni utána a tésztát, és egyesébe belekerül 4 tojás sárgája és egy egész tojás, és ennyi. És akkor belekerül ebbe a spricába, amit úgy hívunk mi ezt az eszközt, és akkor bele a zsírba, forró zsírba. És ez egy tipikus farsangi étel? Igen. Farsangot mindenképpen sütötték, de évközben is azért előfordul, hogy az ember megsüti. Ez egy nagyon régi eszköz, amit még a háború előtt készítettek, és talán találtak ki őseink, és igazándiból nem lehet mással helyettesíteni. Én már próbáltam, nem lesz ilyen a spritzkrepli, ahogy mi hívjuk a hitolófán. És akkor ez még az évtizedekkel ezelőtt készült eredeti eszköz? Igen. Ez egy olyan 60-70-80 éves is lehet talán már, mert a déd nagyanyám is használta. Klasszikus forgácsfánkot, vagy másképpen csörögefánkot készítjük, ezt is a farsangi időszakban készítették, ez egy viszonylag olcsó sütemény. Hát a falusi portákon mindig volt liszt meg tojás, esetleg tejföl is, kétféle változatban csináljuk, az egyiket, ez tejfölös, a másik pedig tejföl nélküli. Azt vízzel állítjuk össze, ezt a másikat pedig tejföllel. 35 dek a lisztbe tettünk 5 tojás sárgáját, egy csipet sót, egy gyűszűnyi porcukrot, és én egy körülbelül egy olyan 1,5 deci tejfölt. Ez attól függ, hogy milyen a liszt minősége, és egy nem kemény, nem túl lágy tésztát gyúrunk 30 percig, 20-30 percig pihentettem, Marika nem pihentette, az ropogósabb lesz, és utána kisodorjuk, különböző alakzatokra fogom rádlival, vagy derejevágóval, más néven kialakítani nézetekre, téglalapokra, különböző bevágásokat, és utána forró olajba meg fogjuk sütni. Egy végtelenül egyszerű és egy nagyon olcsó étel. Én egész évben mindent sütök. Egyedül talán a farsangi fánk, ami egy szalagos fánk, azt szoktam farsangi időszakban sütni, de a többi fánkot egész évben. De általában a fánknak az a jellegzetessége, hogy a farsangi időszakban sütötték. Túrófánkot készítek, és ez azért jó, mert a nagyon gyors világban, a gyors háziasszonyoknak ez egy fantasztikus dolog, hogy csak összekeverjük, nem kell keleszteni, és egy pici várakozás idő után, 15 perc után már süthető is. Hogy készül? 25 dek a túró kell bele, liszt, tojás, szódabikarbóna, ez hajtja fel, és liszt. Abból nagyon jó minőségű lisztet érdemes venni, és most egy olyan édesítőszert raktam bele, aminek fele stevia, tehát fele cukor, úgyhogy aki nem szeretne hízni, azoknak is ez nagyon praktikus, hiszen nem lesz annyi szénhidrát benne. Jó sokan vannak itt a mai rendezvényeteken, és egy kicsit változtattatok is, most több helyen sírtok, többféle ételt. Ez marad ez a koncepció? Mindig mást fogunk csinálni, de erre én sem számítottam, hogy ennyi embert érdekel a fánk. Azt itt, hogy a háziasszonyok mindenki tud fánkot sütni, de ez nagyon izgalmas, hogy ennyien eljöttek és érdekli őket, és írják a recepteket, és csereberélünk. Ez szerintem mindenkinek nagyon jó, meg maga ez a klub hangulat. Ma, amikor a farsangról beszélünk, ugye, és a média is ezt felkapta, és mindenki arról szól. És valójában nem is érezzük ennek az igazi és mély értelmét, és erről szeretnék egy pár szót szólni, hogy ez a maga a népszokásoknak a kialakulása, vagy egyáltalán például, hogyha összehasonlítjuk a mai korra, ha most valaki kintről megnézne benne, hogy hogyan farsangol a mai magyar ember, ugye lehet, hogy azt látnám mondjuk, hogy a hármas metló reggel mennek az emberek, és az okos telefonjukat nyomkodják jobbra-balra. Ehhez képest ugye ők ebben az életben, ez a farsang, ez nem egy népszokás volt, hanem őnekik ez az életüknek a része volt, és
és amikor a természet közelibe értek, ugye jellemzően azok a népcsoportok mezőgazdasággal foglalkoztak, kisebb falvakba éltek, vagy csak csukjuk be a szemünket, képzeljük el azokat a házakat egy pillanatra, amik sárba úsznak, ugye? Mert nincsenek még betonozott utak, pici kis parasztházak, kicsi ablakokkal, és ebbe az életbe is kellett valami szórakoztatás. Az életük egy részét egy fegyelmezett, keresztény kultúrkörbe végzett életet éltek, és a másik pillanatban pedig az, mondjuk a farsangi időszakokban pedig kiengedtek, és szórakoztak, és élvezték az életeket, és olyanokat tettek, amit a másik időszakban nem. Tehát, hogy ennek egyfajta egyensúlya volt ebbe a mi világunkba, és ez egy fantasztikus dolog. Én szerintem, hogy kicsit megkapargatjuk, sokkal több minden van mélységében a farsangban, mint amit ma egy átlagos ember lát, és én ezt tartom fontosnak.